Szép estét kívánunk mindenkinek, péntek van, és tudják, a nápolyi ideje is. Már is mondjuk, mivel várjuk Önöket ma este. Harmadik alkalommal rendezték meg a Berze Népnapot, beszélgetünk majd erről, de témánk lesz a véradók napja, valamint a kétnapos karácsonyi véradás is. Mindemellett moziba is megyünk, és további jó kis programokat ajánlunk az Önök figyelmébe, úgyhogy megéri ma is velünk tartani. Minden év november utolsó csütörtökén tartják a véradók hivatalos ünnepnapját, ami idén sem maradhatott el. Ezzel kapcsolatban vendégünk Liszkainé Aradi Mária, a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi területi szervezetének területi vezetője. Köszönjük, hogy itt vagy. Szia! Örömmel jöttem, mint mindig. Mesélj, hogyan zajlott az idei gála? Egész évben arra készülünk, hogy majd amikor november 27-én, amikor ünnepeljük a véradókat, akkor itt a Mátra Művelődési Központban, amit ebben az évben is megkaphattunk, és ebben az évben is itt ünnepelhettünk, egy olyan színvonalas műsort tudjunk adni a véradóink számára, akik megtisztelnek minket azzal, hogy eljönnek, ami egy élményt ad. Mit lehet adni annak, aki az életét, a vérét adja egy másik embernek? Mi az? Tehát tényleg mi az a nagy dolog? Csak egy élmény lehet, én úgy gondolom. És most is olyan fellépőink voltak, olyan meghitt pillanataink voltak, olyan gyönyörű dolgaink voltak, amiről én azt gondolom, hogy úgy vitték el magukkal, hogy most még nagyobb lelkesedéssel jönnek majd legközelebb életet menteni. Hány véradót tüntettetek ki, és miért tartjátok ezt fontosnak? Minden területről 46 véradó helyszínen van. 46 véradó helyszín van jelenleg, hogyha még jönnek újabb cégek hozzá, természetesen ez bővülni fog, és mindenhonnan egy vagy két, vagy ahonnan legalábbis szerettek volna, vagy községekből több jelöltet is küldtek. Így jött össze 85 kitüntetett, akit megneveztünk, de nagyon sokan voltak még a nézőtéren, akik szintén véradók voltak, sokszorosak is akár adott esetben, tehát mindenkit nem hívhattunk fel a színpadra, nem is ez volt a cél. Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy hányszoros véradók vannak, tehát itt azért Gyöngyösen is vannak szép számmal azok, akik több tízszer voltak már. Érdekes dolog ez, hogy kérdezték, hogy na, ki lett most a külön díjas, és akkor mondtam, hogy Detkről Udvari László, mert ő hányszor adott vért, mert a tavalyi ez 150-szer. És akkor mondtam, hogy hát ez nem úgy működik, mert ugye aki 150-szeres véradó, az most eljön, és akkor 151 lesz, meg 152, és mivel mindenki csak 56 naponta ad vért, nem lehet megelőzni. Tehát, hogy ez minden évben meg nem tüntethetjük ki ugyanazt. Úgyhogy más szempontok alapján volt most a külön díjasunk, de egy biztos, hogy aki csak egyetlen egyszer adott vért valaha, már az is megérdemelte a műsort is, vagy adott esetben megérdemelni a kitüntetést is, én így gondolom. Országos felmérés alapján Heves megye ilyen előkelő helyen végzett ugye az országos véradások területén. Gyöngyös, azt lehet tudni, hány fővel járult hozzá ehhez? Hát az az igazság, hogy a Magyar Vöröskereszt az úgy működik, hogy megyénként van önálló adószámmal, és a mi Heves megyénk öt részre van felosztva. Füzesabony, Heves, 60, Eger terület és Gyöngyös. A Gyöngyös terület véradás szempontjából a vállalt tervszámokon felül teljesít minden alkalommal. Jelen pillanatban én 5000 véradót tartok nyilván. Akkor elégedett vagy egyébként ezzel a novemberi akcióval, nem? Nem. Én úgy gondolom, hogy maga az, hogy a tervszámokat elérjük, ez még önmagában semmi. Én akkor leszek elégedett, ha minden egészséges ember 18 és 65 év között azt mondja, hogy legalább egy évben egyszer-kétszer elmegyek és adok vért, én akkor leszek elégedett. És mekkora az véradói aktivitás itt helyben, például Gyöngyösen? A cél országosan, hogy az 5%-ot, a véradók, a lehetséges véradók az 5%-ot elérjék. Itt Gyöngyösön, vagy Gyöngyös környékén, hiszen én Gyöngyös területet vezetem, ami azt jelenti, hogy Gyöngyös és a hozzátartozó 24 község az, ami hozzám tartozik. Mi azért így összességében a 7%-ot is elérjük, de még ez is nagyon kevés. Ez kevés, ahogy mondod, hogy az elvárt az 5%. Hát ennél sokkal-sokkal többnek kellene lennie. Tehát hamarosan lesz még lehetőség vért adni, hiszen közelik a kétnapos véradás. Igen. Minden negyed évben, tehát egy évben négyszer van kétnapos gyöngyösi városi véradásunk, és a karácsonyi véradásunk az Ajándékoz életet program, ez mindig kiemelt jelentőségű. Most december 17-én és 18-án a Mátra Művelődési Központban lesznek meglepetéseink is. Ide látogat hozzánk az ország fővárosából Csepike, aki egy hatalmas nagy vércsepp, aki mellett majd lehet fényképezni. Még férfiakra vágyok, akik majd segítenek behurcolni a műfázba, de lényeg, hogy Csepike itt lesz. Na,
Hát akkor erre az akcióra igazán csak érdemes elmenni, már csak ezért is. Igen, hogy amíg apuka meg anyuka vért ad, mert ez nagyon fontos, hogy azok a szülők, akik véradók és elhozzák a gyerekeiket a véradásra, azokból a gyerekekből sokkal inkább lesz véradó. Hogyan tudnánk szerinted felhívni azoknak az embereknek a figyelmét, akik még nem igazán mennek el vért adni, vagy csak egyszer voltak igazából? Hát nem tudom, hány órásra terveztük a műsort, de ha csak egy mondatot mondhatok, azt tudom mondani, hogy mindenki, aki rászánja magát arra, hogy igen, én egyszer elmegyek vért adni, mert az nekem is jó, és egyébként is csodálatos dolog vért adni, akkor izgul. És adott esetben még megkockáztatom azt is, hogy még az izgalomnál túl is fél. De amikor föláll a székből, 99%-ban azt szokták mondani, hogy csak ennyi. Ha már régen adtam volna, ha tudom, hogy ez csak ennyi. Mi itt egyébként ilyenkor a visszatartó erő, a tűfóbia, hogy nem akarják, hogy megszúrják, hogy félnek, hogy fáj, félnek, hogy rosszul lesznek? Ez változó, tehát nem szeretném reklámozni, hogy milyen negatív dolgok vannak, hogy ki mire mondja, hogy ő adja a vérét, vagy nem adja a vérét, mitől fél, vagy mitől nem. Egy biztos, hogy amit mérlegelni kell, az az, hogy nekem, tehát nekem, mint embernek is óriási dolog a véradás, és nem csak lelkileg, hanem fizikailag is. Tehát amikor 4,5 deci vért levesznek tőlem, trauma nélkül elveszítem, olyankor a szervezet elkezdi nézni, hogy hova lett ez a 4,5 deci vér, és teljesen megújul a szervezetem azáltal, hogy én ezt megtettem. Tehát én nekem is nagyon nagy dolog, ha betartom a titkos szabályt, tehát, hogy előző nap, aznap, meg másnap megfelelő mennyiségű folyadékot iszok. Tehát 10 kilónként 4 deci, tehát hogyha én odafigyelek a folyadékbevitelre, akkor ez egy óriási nagy dolog mindenki szervezetének. És egyébként azt sem lehet soha tudni, hogy éppen kinek lesz rá szüksége, tehát hogy nagyon sokan úgymond saját bőrükön vagy a családjuk bőrén tapasztalja ezt, hogy mekkora szükség van a vérre, és akkor ők is már esetleg többet mennek el. Igen. Tehát most láttam egy nagyon megható képet a közösségi portálon, ami az volt, hogy ma vért kaptam, megszületett a kisbabám, köszönöm, nem tudom kinek, de köszönöm. Mert amikor oda ki van készítve a gyógyszer, hogy ezeket kell bekapni, akkor ezt bekapja az ember, iszik rá egy pohár vizet, és oké. De amikor vért kap, az mögött valaki van. Egy olyan valaki, aki azt mondja, hogy most nem megyek el vért adni, mert fáradt vagyok, meg dolgoztam, meg mit, de mégis elmegyek. Tehát valaki, aki felülemelkedett önmagán, és azt mondja, hogy igen, én megyek. És ez egy óriási dolog. A saját vérünkön kívül egyébként hogyan segíthetünk a Magyar Vöröskeresztnek? Most is van egy akciótok, hogyha jól tudom. Igen, a december 7-8 péntek szombat, tehát a mai nap is, meg holnap is egész nap kint vagyunk a piros-kék nagyáruházban, és ott kaptunk lehetőséget arra, hogy tartós élelmiszeradományt gyűjthessünk. És december 10-én van az osztásunk is, akkora vannak behívva azok az emberek, akik jönni fognak, illetve majd különböző helyekre fogjuk még elvinni ezeket a tartós élelmiszereket. Így négy szem közt elárulom, mert egyébként nem mondhatnék ilyet, de elárulom, hogy én kicsit szomorú vagyok olyan szempontból, hogy amikor véradás szervezés van és a vérünket adjuk, akkor tudom, hogy hány embernek tudunk segíteni. De amikor arról van szó, hogy egy családnak tudok adni 8 kiló élelmiszert, akkor mindig fáj a szívem, mert ez nem igazi, nem valódi segítség, maximum csak a gondoskodásunkat tudjuk kifejezni. Idén rengeteg akciótok volt, köztük ugye a véradások is, hogyan értékeled magát ezt az évet, így visszatekintve erre? Én elégedett soha semmiben nem leszek, mert tudom, hogy mindig lehetne többet és többet, és mindig van olyan, akinek még lehetne segíteni. Én inkább a hozzáállásban látom azt, hogy egyre inkább látják az emberek azt, hogy milyen fontos a szociális érzékenység. Hogy nem azok, akik benne vannak a listában, mindig az mellé tegyünk oda egy pipát, hanem találjuk meg azokat, akik nem merik mondani. Találjuk meg azokat az időseket, fiatalokat, nagycsaládosokat, és így tovább, akik azt mondják, hogy ó, én nem kérek segítséget, vannak nálam rászorultabbak is, közben igazi nagy nehézségben élnek. Találjuk meg őket, és ezt csak közösen tudjuk megtenni. Pont a fiatalokkal kapcsolatban szerettem volna megkérdezni, hogy mennyire népszerű a fiatalok körében, így úgymond az adakozás, mondjuk, mint a véradás esetleg? Én azt gondolom, hogy ez attól függ, hogy a szülők hogy állnak a dolgokhoz. A fiatalok azok vagy mintaként viszik tovább, vagy homlokegyenest más fognak csinálni. Én ezt látom, nem tudom, hogy ti nektek mi a véleményetek. Én nagyon szeretem a mai fiatalokat, tehát tudom, hogy illik kígyót békát mondani rájuk, én szerintem egy csodálatos, csodálatos közösség, akiket, hogyha megfelelő módon tudunk megszólítani, fantasztikusak. Minden ember életében szerintem vannak olyan
más által elmondott mondatok, amik mindig visszacsengenek a fülébe, és nekem van tőled egy ilyen mondat, vagy hát több mondat, és én arra gondoltam, hogy ezt mindenképpen elevenítsük fel, hiszen annó mondtad egy ilyen gyűjtés alkalmával, hogy nagyon sok rászorulónak van szüksége tartós élelmiszerre, viszont hogy nagyon sokan visznek például tésztát, és hogy nagyon jó dolog, és nagyon köszönitek, de hogy van olyan család, aki tényleg reggel, délbe, este tésztát eszik, és hogy nagyon sokan visznek lisztet, de hogy ahhoz még több hozzávaló is kell, hogy abból valódi rendes, egészséges ételt tudjanak készíteni. Itt mi az, amire elsősorban felhívnád az emberek figyelmét, hogyha már tartós élelmiszer, és hogyha már tiszta és liszt, akkor még mellé mit? Hát én elsősorban azt mondanám, hogy konzerveket kellene, hogyha esetleg lehet, hogyha én mondhatnám, akkor konzerveket kellene hozni, azt ajánlani föl, hogyha én mondjuk 500 forintot vagy 300 forintot szánok erre, akkor nem annyi lisztet, mert az többnek látszik és sok, hanem akkor egy konzervet. De az legyen olyan, hogy tépőzáras, mert ez is nagyon-nagyon fontos, és legyen olyan, ami tartalmas, tehát amit meg lehet tenni adott esetben még hidegen is. Tehát akkor még holnap is menjenek el, minél többen is adakozzanak. Marci, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek áldott ünnepet kívánok. Viszont kívánjuk, köszönjük szépen. Mi pedig megyünk tovább, szuper kis filmeket játszanak most is a Cinema Bridge-ben, úgyhogy látogassunk most el oda, és nézzük meg együtt a Grinch című amerikai családi animációs filmet. A Grinch egy zsémber zöld szőrmog története, aki el akarja lopni a karácsonyt, ám végül egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése szívhez téríti. A történet ezúttal nem élő szereplőkkel, hanem animációs filmként jelenik meg a vásznon. A készítő stúdió pedig mondhatni garancia a sikerre. Egy városban akár a tiéd, ha tiéd is egy álom. Ez gyönyörű. Élt a legpokrócabb pokróc. Kereke világon. És ellopom a karácsonyukat. Ha ő elhozza egy éjszak alatt, akkor én is ellopom reggel. Mit tud ő, amit én nem? Ez most fájt. Ez tökéletesen utánozza a rénszarvas bőgését bázáskor. Ó, szevasz! Bocsi kis Gida, de én egy rénszarvas hívom. Ismét megrendezték a Berza névnapot a Berza Nagy János gimnáziumban. Ennek kapcsán vendégünk Gyurkó Péter, a Berza Nagy János gimnázium igazgató helyettese. Köszönjük, hogy itt vagy. Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok, szép estét mindenkinek. Mielőtt rátérnénk az idei névnapra, előtte beszéljünk, hogy annak idején honnan jött az ötlet magára, hogy ezt megrendezzétek. Ez ugye már a harmadik ilyen rendezvényünk, és ilyen táboros beszélgetés volt az, amikor fölvetődött, hogy mi lenne, hogy mindenkori berzéseknek a találkozóját tartanánk meg, a mindenkoriba beleértve az épülethez kapcsolódóan, tehát volt előtte még ez Bottyán névre hallgatóiskola, meg még volt Kohári is. És hát ezeket ötvöztük egybe, és az első az egy szombati rendezvényre esett, a évfordulóhoz kapcsolódóan, Berze Nagy Jánoshoz kapcsolódóan is,
az egy más jellegű rendezvény volt, vagy máshogy kezdődött, és utána abban is maradtunk a visszajelzések alapján, hogy nem baj, ha változatos mindenféle téren. És ezt tudtuk ezt továbbvinni, és valóban az akkori kohárisok is, botjánosok is jöttek, és van, akik ott ünnepelték az 50. évfordulóját érettségiüknek, míg mások a mostani fiatalokkal összehoztuk ezeket az idősebbeket, és egymástól tanulhattak, beszélhettek, láttak. Ilyen szempontból információt cseréltek, ami a lényege volt. Én annyira emlékszem, hogy 3 évvel ezelőtt is itt ültünk, és akkor még csak meséltél, hogy most van tervben, és hogy most ezt tervezitek, vagy azt tervezitek. Most annyira furcsa így, hogy már a 3. alkalmon is túl vagytok. Hogyan értékeled egyébként, hogy egyre jobb, egyre többen jönnek, egyre jobban érdeklődnek? Hát ha lehet olyan szóval használni, hogy elfajultak a dolgok, az pozitív jelzővel, illetve nem pejoratívan, akkor örömteljen tudok beszámolni arról, hogy igen, hála Istennek egyre többen tudnak róla, egyre többen hallják, és egyre többen szeretnének maguktól jönni előadónak. Mert hogy azóta átestünk egy másik féle kötelezettségen is, ami ezt összetudtuk kombinálni, amit ezzel összetudtunk kombinálni, nevezetesen, hogy egy pályaorientációs napot tartaniuk is kell az iskoláknak. Na hát ezzel próbáltuk összehozni ezt a kettőt, és az elsőből adódóan már volt elég sok tapasztalatunk, hogy hogyan nyerjünk meg embereket magunknak, kiket lehet elhívni, kit érdemes elhívni a gyerekek számára, ami egyébként mind a mai napig változatos és évről évre módosul, látva, hogy hova mehetnek ők majd tovább tanulni, hisz ez a cél, utána hova mehetnek dolgozni, és esetleg a nagyvilágba hova tudnak kikerülni. Na hát ezek alapján, az információk alapján álltunk neki annak, hogy egy kicsit másabbat, mint mások, de szervezünk egy hasonló rendezvényt, a kötelezettségeknek is megfeleljünk, én meg annak is, amit mi célul tűztünk ki az elsőnél, nevezetesen, hogy hozzuk össze a mindenkori berzéseket, és azt az életérzést, amit ilyen berzés életérzésnek hívunk, azt próbáljuk meg tovább örökíteni, és ténylegesen a egykori iskolásokat, akik itt nőttek föl, itt cseperedtek föl, kamaszkorukat itt élték, szép emlékek kötődtek ezáltal mind az iskolához, mind pedig a városhoz visszahívjuk. Ez jó igazából az iskolának is, a közösségnek is, jó a városnak is, hogyha visszajönnek mindenféle okból, és hát elértük ezt a célt jelentem. És hogyan zajlott most már a 3. népnap? Mit lehet róla tudni? Nagyon sok munka előzte meg, és itt a sok munkát ezt igazából ez ilyen e-mailezés és telefonbeszélgetésekre lehet leginkább alapozni, hogy elérjük a kedves delikvenseket mindenféle teréről az életnek, hogy jöjjenek el és legyenek ott nálunk. Hogy kik voltak ők? Volt diákjaink, akik Magyarországon belül főiskolán vannak, OK és képzést végeznek, vagy csak egyszerűen dolgoznak valahol, vagy nem sikerült úgy az érettségük, ne adj Isten. És eljöttek, elmondták, hogy tanultak közben, nyelvvizsgát raktak le közben, dolgoztak, kimentek esetleg külföldre, illetve ők a diákok. Voltak olyanok, akik, és nem csak mindig diákot próbáltunk a pályaorientáció miatt elhívni, vagy nem mindig sikerült, így elhívtunk olyan főiskolákat, egyetemeket, akiket már a múlt évben is, illetve akiket a gyerekek tapasztalatai és kérdései alapján szerettünk volna megnyerni magunknak. Ők is eljöttek, illetve eljöttek olyan vállalkozások, cégek, akik itt a környéken vannak, hát és igazából potenciált látnak bennünk, illetve abban a humán erőforrásban, amiket mi nevelünk, akiket pontosabban mi nevelünk, tehát a diákokat. Ha kell, akkor szívesen nevesítem itt a cégeket is, de nyilván azokat a nagyvállalatokat mindenki tudja, ismeri, akik itt a környékünkön vannak. És ha más nem, akkor még külföldről is jöttek diákok, nem csak magyarok, van olyan szervezet, ilyen csereprogram, diákcsereprogramokkal rendelkeznek, szerveznek itt a városban is, akik eljöttek, és volt német, francia, angol nyelvű előadás ugyanilyen nemzetiségű előadókkal, illetve volt egy Skype-os bejelentkezőnk is, aki ugyan lefoglalta a repülőjegyét, hogy csak ezért jön haza, amit utána vissza kellett mondania, mert egy svájci egyetemen tanul, és egy világbajnokságon vett részt pont ebben az időben, amit meg is nyert igazából, szállodával, hotelekkel és annak menedzsmentjével kapcsolódó ilyen front office jellegű volt, el is küldte az oklevelét, és mivel nem tudott hazajönni arra a napra, így hát bejelentkezett Skype-on, és onnantól kezdve a technika ördögét is félretéve sikeresen megoldottuk, a gyerekeket a lehetőségekhez mérten elvarázsolta, és elmondta azt, hogy miért is jó esetleg külföldön tanulni. Ezt így végighallgatva egyébként tényleg rettentő nagy szervezést igényelt
ez az egész népnap. Jutottak-e hozzátok visszajelzések, volt-e esetleg neked vagy más kollégáknak lehetőségük beszélgetni a diákokkal, hogy tetszett-e nekik, mi az, ami tetszett? Nem csak, hogy a diákokkal, és nem véletlenül. Szándékolt volt az tőlünk, és már ezt tavaly is bevezettük, hogy ennek a napnak az elején egy osztályfőnöki órával kezdtünk, és egy osztályfőnöki órával zártunk. Az elején felvezettük azt, hogy kinek mit kell csinálni, nyilván a normákat, meg hogy ott vannak-e természetesen, bár ezeket már előre azért regisztrálták a honlapon, csináltunk ehhez mindenféle űrlapokat, lehetőségük volt mindenre. Még a nap végén az egy dolog, hogy megint ellenőriztük, hogy ott voltak-e, azt csinálták-e, mondják el ilyen exit poll jellegűen az érzéseiket. Azt, hogy melyik előadó mosolygott eleget, melyik nyerte meg őket jobban, melyik kevésbé, kit hívjunk esetleg jövőre még inkább, és kit kevésbé ilyen szempontból, hogy milyen jelleg, tudományterületek, amik preferáltabbak a gyerekek számára. Ez volt az egyik része. A másik része az pedig az, hogy a tanárok, akik bent voltak moderátorként egy-egy ilyen teremben, és egyébként segítőként is, ők tudtak az ottani gyerekek reakcióiból következtetni, tudtak azokkal az előadókkal beszélni, gyorsan megbeszélni azt, hogy miért volt jó, miért nem volt jó, hogy lehet esetleg a következőkben még jobb. Ugyanezt abban az előadói pihenőben, amit mi a könyvtárat erre rendeztük be, ott folyamatosan jártunk mi is, illetve a tanár kollégák is, és beszélgettünk azokkal a volt hallgatókkal, azokkal a szakemberekkel, azokkal a dékánokkal, oktatási rektorhelyettesekkel, akik maguk is eljöttek, és megkérdeztük őket is nyilván erről, hogy miért jó nekik, miért nem jó, vagy miért jó nekik Pestről eljönni, miért jó a Soproni Egyetemről beszélni, miért jó Miskolcról ide eljönni, és miért jó az ország másik feléről ide eljönni, és miért látnak bennünk valamit. És ők mindezt elmondták, nem csak múlt évben, most is, hogy jó, ilyen nagyszabású rendezvény, ilyen jellegű közegben nem szokott, pláne ennyire kompletten és összetetten, mint ahogy ez most is megvalósult. Akkor el lehet mondani, hogy jövőre is itt fogunk találkozni, és jövőre is lesz egy negyedik népnap? Én nagyon remélem. Azt viszont remélem, hogy megint egy kicsit másabb lesz, ha más nem más napon és más feltételekkel, más összetevőkkel. Erre már a kérések is megvannak bizonyos iskoláktól, cégektől, hogy jövőre is nagyon szeretnének eljönni. Igen, igen. Most egy kicsit elkanyarodva a névnaptól, ugye múlt héten volt egy nyílt napotok, ez hogy sikerült? Hasonlóan jól. És hogy a nyílt napot a névnappal hogy tudtuk összehozni? Most voltak ugye a beiskolázási tájékoztatók szinte mindenhol. Nekünk is az volt a célunk, hogy minél több gyereket próbáljunk a magunk ügyéért megnyerni, az iskolánknak természetesen. És ezt mi úgy csináltuk, hogy az egyik napon kedden a kicsiknek tartottunk egy tájékoztatót, szerdán a nagyoknak, és csütörtökön volt egy nyílt napunk, ami egy kicsit változatosabb volt az eddigiekhez képest, tehát nem csak ilyen frontális beszélgetés volt, amit eddig kaphattak, hanem igazából ehhez hasonlóan, mint a népnapról, 20 perces órákat tartottunk az hozzánk szándékozni jövő diákoknak, de úgy, hogy nem csak a tanár, és nem csak úgy, ahogy eddig, hanem a diákok is ott voltak, és mindenfélét robbantgattak, mutogattak, több nyelven beszéltek, és próbálták megnyerni a mai diákot, akik egyébként nagyon interaktív, nagyon impulzus igényesek, és ezt próbáltuk mi is egy kicsit így a mai kornak megfelelően abszolválni ezt a feladatot. A visszajelzések itt is megvoltak, mert hogy ezeket is megkérdeztük természetesen, ezeket a gyerekeket, akik ott voltak, és ők is nagy örömmel fogadták, mint azok a gyerekek, akik már nálunk 9-esként, 10-esként ott vannak, ők meg nagyon sajnálták, hogy nekik ilyen nem volt annak idején. És ezt tetézte be a pénteki népnap, tehát elmondhatjuk, egy olyan nyílt hetet tartottunk, ilyen szempontból, hogy az egész bejöveteltől, hát tehát a általános iskola 5. osztály 10 éves kortól a 18-ig eljutottunk, ahonnan meg kijut, tehát végigvonultattuk az egész, mondhatni, életüket egy hét alatt ilyen szempontból. Hát akkor sűrű heteken vagytok túl, és sűrű hetek előtt álltok. Sajnos az időnk már lejárt, hogy a következő programokról beszélgessünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hát reméljük, hogy akkor a negyedik népnapról is beszámolhatunk majd. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük.
Most pedig remek programokat ajánlunk Önöknek. November 30-ától egészen december 23-áig Advent Gyöngyös a Belvárosi téren fellépnek még Király Viktor, Berecki Zoltán, Péter Szabó Szilvia, Zséda, Szekeres Adrien és Balázs Fecó. December 8-án, vagyis holnap újra Mátra Borszalon Gyöngyösön, idén is sor kerül erre az exkluzív rendezvényre, ahol közel 30 borász több mint 100 féle bort kóstoltat meg az érdeklődőkkel. A palettán a legkiválóbbnak ítélt nedűk jelennek meg, a helyszín pedig méltó ehhez a rendezvényhez, hiszen a Mátra Múzeumban kerül megrendezésre. December 8 és 9 között Mikulás járat fog indulni. A Mikulás ellátogat a Mátrába, hogy meglepje a gyerekeket apró ajándékokkal. Helyszín Gyöngyös Kisfatú. Reméljük, hogy talált mindenki maga számára kellemes programot. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek. Jövő héten ismét lesz Nápolyi, tartsanak majd akkor is velünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!